Az előző videót követve a grafikus tengelytervezést követően határozzuk meg a főpontok kitűzési adatait, és ezeket az elvégzett számításokat ellenőrizzük AutoCAD-ben. A számítások elvégzéséhez ad támogatást a tanteremben készített videó, amely videó az első órán kiosztott mintarajzok alapján bemutatja azt, hogy az egyes főpontok kitűzési adatait milyen számítási metódussal határozzuk meg. Az AutoCAD-ben történő műveletek sorát kezdjük el azzal, hogy hívjuk be az előző alkalommal befejezett rajzot, tehát amely rajz tartalmazza a grafikus tengelyt, és hozzunk létre új fóliákat annak érdekében, hogy ezt a rajzot kiegészítve a helyszínrajzi főpontok kitűzési adatait, azoknak a méreteit be tudjuk mutatni. A fólia, amelyet létrehozunk a méretek bemutatásához, ez a méret fólia lesz. Új fólia, neve méret, színe fehér, illetve ezen a fólián kívül még hozzunk létre két új fóliát. Az első neve szelvények legyen. Színe fehér, de a vonaltípusa, az maradt fehér, vonaltípusa az szaggatott kell, hogy legyen. Ehhez a szaggatott vonaltípushoz szükség van a vonaltípusok betöltésére, és ezek közül válasszuk ki a szaggatott 2, szaggatott zárójel, ugye 5x, ezt a vonaltípust. Jelöljük is ki, és hogyha most OK-t nyomunk, akkor már is a szelvények nevű fóliának a vonaltípusa, ez a szaggatott 2 lesz. Még egy fólia létrehozására van szükség. Ennek a neve legyen szelvények. Ez egy szövegfólia lesz, a szövegek általában sárga, bocsánat, szelvény értékek. A szövegeknek a színe általában sárga, erről majd a későbbiekben lesz szó, hogy az egyes színekhez milyen vonalvastagságok tartoznak, ehhez a 0,3-as fog majd tartozni. A számítások elkezdéséhez tegyük aktívvá a méretfóliát, hiszen a számításokhoz a helyszínrajzi főpont számítás videót, ha nyomon követtük, és kiegészítettük a kiosztott mintarajzokat, tehát az egyes méreteket feltüntettük, számítási képleteket felírtuk, akkor egyértelművé válik, hogy az első feladat itt AutoCAD-ben is az, hogy meghatározzuk a számításokhoz szükséges adatokat, ezek pedig a baloldali közbezárt szög, illetve a későbbiekhez majd a szelvényértékek meghatározásához pedig a sokszög oldal hosszak lesznek. Az AutoCAD-ben egyrészt a egyes lekérdezésekhez, tehát valamilyen objektum hosszához, jellemzőihez hozzá lehet rendelni pontosságot, tehát az, hogy milyen pontosan mutassa be az AutoCAD, jelenítse meg. Ezt a lehetőséget a mért edge, magyarul ez mértékegység, ugye angolul units, mértecs parancsal tehetjük meg. Ha Enter-t ütünk ennek begépelése után, akkor egy kis ablak jelenik meg, ahol a hosszúsági adatoknak a pontossága szerepel először. A pontosságot itt állítsuk át ugye centiméterre, ez is hangzott el a tantermi videóban is, hogy minden centiméter pontosan fogunk meghatározni, fölkerekíteni.
A szöget viszont fokperc-másodpercbe kérjük megjeleníteni, és a pontossága az fokperc-másodperc lesz. Oké? Így, ha most például klikkelünk az első tiszta körív sugarára, jobb klik tulajdonságok, akkor itt már, itt a nullákat nem írja ki, de itt már az összes többi adat az legfeljebb 2/10 pontossággal jelenik meg. A sokszög oldalak lemérésével kezdjük a méretezés, a méretfólián. Látható, hogy itt a rajzon, tehát a mintarajzon a cím és a méretarány túl közel esik a rajzhoz. Ezt följebb tolhatjuk, saját rajzon is ezt meg lehet tenni. Hogyha bekapcsoljuk az ortó módot, akkor ugye csak függőlegesen vagy vízszintesen mozdíthatjuk el a kijelölt mozgatandó elemeket. Így az MO rövidítésű mozgat parancsal parancsot követően jelöljük ki a címet, vigyük följebb, legfeljebb a keretjelek aljáig, az alsó függőleges keretjelek aljáig vigyük fel, majd a méretezés következik. A méretezési stílust azt különbe kell állítani, ehhez a méretezés menüben válasszuk a méret stílust. Kétféle méret stílus jelenik meg, ez az ISO 25 és a standard. Írjuk felül ezt az ISO 25-öt, hiszen a méretezési stílus nem megfelelő, mert itt a sok méret, tehát ha megadjuk a méret segédvonalat, itt zavarossá tennék így ezzel a megadási móddal az átláthatóságot. Tehát kattintsunk a módosításra, majd változtassuk meg ezt a stílust, kezdjük a vonalak fülön. Itt, amit állítani kell, azt egyrészt, ahol most a kurzor van, túlnyúlás a méretvonalon, ez legyen 2,0. A másik állítandó méret az a legyen kipipálva a rögzített hosszúságú segédvonalak, amelyeknek a hossza legyen 2. Ahogy ezt beírtuk, már látható itt a bemutatott mintaablakban, hogy hogy fog kinézni ez a méretezési stílus. Látható, hogy a szög az még kerek fokban van megadva, és nem fok perc másodpercben. Ezt is módosítsuk, mégpedig a mértékegységek, elsődleges mértékegységek fülre kattintva. A tizedes fok helyett állítsuk be a fokperc-másodpercet, a pontosságnál pedig ugyanúgy, ahogy az előbb azt tettük, a fokperc-másodperc pontosságot, így látható itt a minta ábrán, hogy ez hogy történt. Amire még oda kell figyelni itt a megjelenítésnél, a pontosság, a nullákat ne nyomja el se hátul, se elől, tehát mindenhol a nullákat írja ki, ezzel tulajdonképpen biztosítjuk azt, hogy a 2/10 pontosság az mindig meg lesz, hogyha a centiméter az nulla, akkor az is meg fog jelenni. Amit még módosítani kell a stílusban, az a szöveg stílus lesz, tehát a szöveg fölön kattintunk, és itt a nulla alulvonás 25-re kattintva lesz az a vonal stílus, ez a Simplex nevezetű, ami egy íveltebb betűstílust képvisel, tehát tetszetősebb képet fog mutatni. Ha ezzel végeztünk, akkor OK gombot nyomhatunk, és ez a megváltoztatott, módosított méretstílus legyen az aktuális. Tehát az aktuális gombra nyomunk, és a bezárás a következő lépés. Nézzük tehát akkor a méretezést. Méretezés menüben, ha ezt most legördítjük, akkor itt van többféle méretezési lehetőség, van csak vízszintesen vagy függőleges irányban megadandó méret. Ami nekünk kell, ugye mivel minden megadandó méret az tulajdonképpen ferde, ezért az illesztett stílust válasszuk. Méretezéskor
nagy figyelmet kell fordítani arra, hogy a méretezendő objektumnak a tényleges pontjára, amit méretezni szeretnénk, kattintsunk. Tehát az első sokszög oldal, az ugye hol kezdődik, az pont az A 0 körének közepében, most az ortót kikapcsolhatjuk, hol fejeződik be, az első sokszög pontban. Látható, hogy meg is jelent a méret, és ezt a méret vonalat, ezt tetszőlegesen mozgathatjuk. Mozgassuk fel nagyjából a cím aljáig, és nézzük tovább a méretezést, a következő sokszög oldal következik. Tehát illesztett méretezés. A görgővel parancskiadást követően is bele tudunk nagyítani, hogy meggyőződhessünk arról, hogy jó helyre kattintunk, vagy nem. Jó, és akkor van még egy sokszög oldal. Itt pedig ugye a C pont közepe, ami az megadandó másik végpontja az utolsó sokszög oldalnak. Ahhoz, hogy az ívszámítást el tudjuk végezni, ahhoz kell a baloldali közbezárt szög, illetve az alfa középponti szög, ahogy az a tantermi videóból kiderült, illetve kiderült. Mielőtt ezt megtennénk, itt a méretfólián azért jelöljük egyértelműen, hogy ezek sokszögpontok, tehát tegyünk mindegyik sokszögponthoz egy nullkört. Körrajzolás. A sugara az 0.5 legyen. Jó. Az első sokszögpontnál, ugye az kezdő az SP0, az A-nál SP0, itt SP1 van, lévő baloldali közbezárt szög az nagyobb, mint 180 fok. Ennek a méretezéséhez rajzoljunk egy kört. Amelynek a középpontja ugye a sokszögpont lesz. A nagyságát az ablakban, itt a bal sarokban lehet látni, ahogy változtatjuk a méretét. Körülbelül ilyen 6-7-8 autókedrajzi egység elegendő. Ebből a teljes körből metszük ki azt, ami a baloldali közbezárt szög bemutató ívdarab lesz. Tehát a metsz ME metsz parancsal jelöljük ki a két sokszög oldalt, és a középső részt, amire nincs szükség, azt törjük ki. Méretezés menüre kattintva szög a következő. Rákattintunk a jelölő dobozzal a berajzolt ívre, és ez már mutatja is, hogy mi lesz ennek az értéke. Fokperc, másodperc pontossággal. Baloldali közbezárt szögből számítható az alfa középponti szög. Ebben az esetben, mivel nagyobb, mint 180 fok az omega, baloldali közbezárt szög, ezért abból 180 fokot levonva kapjuk meg. Ezt méretezzük is be mindjárt. Ez pedig lesz, ugye, a 76 fok, 49 perc, 56 másodperc. Nézzük a második sokszögpontnál lévő szöget. Méretezés szög. Itt a baloldali közbezárt szög 180 foknál kisebb lesz.
illetve az alfa középponti szög. Az pedig 74 fok 8 perc 55 másodperc. Jó, tehát a terepi mérésnél ugye ezt meghatároztuk, a tengelysokszög pontokat kitűztük, meghatároztuk a baloldali közbezárt szöget, és megmértük az oldalhosszakat centiméter pontossággal. A méretezett adatok mutatják, hogy mekkorák voltak ezek az értékek. A számításokat a tantermi videó alapján az ott bemutatott képletek segítségével végezhetjük el, és amikor egy-egy számítás táskész, akkor a kijött eredményt itt az AutoCAD-ben szerkesztés után méretezéssel le is ellenőrizhetjük. Ehhez akkor hívjuk be a szintén letölthető mintaállományt. Ez a főpontszámítást mutatja be. Látható, hogy kézzel írva, hogy néz ki ez a formátum. Tegyük ablakossá az AutoCAD-ünket is, és nézzük először a tiszta körív főpontszámításának eredményeit. De hogyha megnézzük a baloldali közbezárt szöget és az alfa középponti szöget, látjuk, hogy egyezik. Ha sugárérték kell még a számításokhoz, ugye amely az előző videóban már ezt lekérdeztük, illetve az előbb is lekérdeztük, már 100 méter. Ha behelyettesítünk a képletbe, akkor az jön ki az érintő hosszra, hogy 79-30. Nézzük meg, hogy itt AutoCAD-be, ha beméretezzük az érintőt, akkor mekkora értéket mutat. A későbbiekben, mikor egy-egy rajzi elemnek különböző szakaszait méretezzük, akkor egymás után, egymás alatt kell azokat megjeleníteni, indulva a leghosszabbtól. Itt a leghosszabb ugye a sokszög oldal, és ezután jön majd az érintő. Hogy ez formailag is jól nézzen ki, ehhez célszerű segédvonalat használni. A segédvonalhoz másol parancsal, M, mint másol parancsal másoljuk le az első sokszög oldalt, ugye legyen aktív a tájraszter, F3-mal bekapcsoljuk, és hát illesszük ide a már letett első méretvonal végéhez, hogy ezzel húzzunk párhuzamost, 5 AutoCAD rajzi egységgel, még egyet. Így, akkor nézzük először az érintő hosszat, méretezés, illesztett méret, megint nagyítsunk bele, hogy valóban a sokszögponttól kezdjünk el mérni, meddig az íveleje pontig. Jó, és akkor ez lesz a második méretvonal. Azt írja ki az AutoCAD, hogy 79-30, ha rápislantunk a baloldali képernyőre, megegyezik a számítások eredményeként kapott 79-30, megegyezik ezzel. Mi a következő számításnak a lényege? Hogy a következő főpont majd az ív közepe lesz. Látható, hogy itt még a semleges vonal is látható pirossal. Célszerű ezt most kikapcsolni, hogy tisztán csak azok a vonalak, azok az objektumok legyenek megjelenítve, amelyekre szükség van. Rajzoljuk be a szögfelező irányába mért tetőponti távolságot. Itt AutoCAD-ben ez könnyen megoldható, vonalrajzolással indítunk ugye a sokszög ponttól. Két lehetőségünk van a fogókat illetően ebben az esetben. Az egyik az, hogy felező pont most be van kapcsolva, nézzük meg, hogy a tájraszterünkben mi van bekapcsolva, végpont, felező pont, középpont, metszéspont, elég sok minden. Itt a felező pont lehet a
egyik fogási megoldás, a másik a merőleges. A két pont ugyanazt adja. Ezt tulajdonképpen itt grafikus szerkesztésnél maradva könnyen leellenőrizhetjük, hiszen ha most újra vonalat rajzolunk, ugyanerre a vonalra szeretnénk még egy vonalat, csak most úgy adjuk meg, hogy a kontroll nyomása mellett jobb klikkel bejövő listából a merőlegest választjuk. Ugye így pont ugyanoda esik ez a második vonal is. Mi volt ennek az értelme? Az, hogy a tetőponti érintőt itt könnyen berajzolhatjuk, akkor, hogyha ezt a második tetőponti távolság vonalat, ezt elforgatjuk 90 fokkal. A forgat parancsol volt más szó, for, választunk objektumokat, a forgatási középpont legyen az ív középpont, a beírt szögérték meg 90 fok, nincs más dolgunk, mint az elér parancsal, el, elér, eléretjük a két sokszög oldalt. Így a tetőponti érintőnk már be is van rajzolva. Nézzük akkor az ív közép kitűzéséhez használható derékszögű összrendezőket. Ez az XIK és YIK lesz. Rajzoljuk be az ív középhez ezt az YIK értéket. Ezt úgy tehetjük meg, hogy vonalrajzolással kiindulunk az ív középpontból, és a merőleges kapcsolóval, merőleges fogóval merőlegest állítunk a sokszög oldalra. Ezzel tulajdonképpen már itt a sokszög oldalon is meghatároztuk a sokszög oldalon mérendő X összrendezőit az IF középnek, és az erre merőlegesen bemérendő YIK-t pedig berajzoltuk. Méretezzük be, méretezés illesztett, ív elejétől tart ugye eddig. Azt írja ki az AutoCAD, hogy 62.14, a jobb oldalra pislantunk a mintaszámításra, ez az érték is megegyezik. Mi a következő? A kis T-vel jelölt szögfelező irányában mért tetőponti távolság. Ezt is méretezzük be. Méretezés illesztett sokszögponttól az ív középig tartóan. Erre kiírja az AutoCAD, hogy ez 27.63. Itt a jobb bal oldalon láthatjuk is, az érték megegyezik a számításokkal. Még marad a T0 érték. A T0 érték, ugye a tetőponti érintő távolság, ez úgy értelmezendő, ahogy a tantermi videóban ezt be is mutattam, hogy ez a T0 érték mérendő az ív végétől, illetve az ív elejétől föl a sokszög oldalon, és onnan bemérve is ezt a T0 értéket kell értékkel tűzhetjük ki az ív közepet. Jó, méretezzük be ezeket. Méretezés illesztett. Ív eleje. Metszéspont. Ez 34.84. Stimmel a számításokkal. A másik oldalra is helyezzük el ezt a méretet. Illetve a sokszög oldalon kapott pontoktól az ív közepe felé is ezt az értéket kell bemérni. Méretezzük ezeket is. Parancsismétléssel is működik, nem kell mindig a menüből lehívni. Ezt a parancsot illesztjük is az előzőhöz. Jó. Ami még itt számot ki lett számítva, az a T0
tiszta körív hossza, amit most kijelöltem, ezt meg lekérdezhetjük a tulajdonságoknál, az pedig az ívhossz 134,10. Számításoknál is 134,10. Ez nem mindig jön ki ilyen pontosan, valamikor a kerekítések miatt, ugye szó volt arról, hogy páros centiméter, közelebbi páros centiméterre kerekítünk, itt lehet ilyen egy centiméteres eltérés. Ezzel tulajdonképpen a tiszta körív főpont számítását ellenőriztük itt AutoCAD-ben is, az adatok stimmelnek, tehát a számításunk jó. Amennyiben nagyobb eltérés mutatkozik, ott mindenképpen meg kell nézni mind a számítást, mind pedig a rajzon nincs-e valami elmérve, szögérték vagy távolság mérésünk nem volt jó. Kitörölhetjük most a méretezéshez használt segédvonalakat, így kialakul a teljes, sem méretezett vonal, hiszen mindenünk, minden fontosabb információ a főpontok kitűzéséhez megvan. Amit még megtehetünk, az az, hogy a grafikusan berajzolt sugaraknak a hosszát, illetve a tengelyre merőleges irányoknak jelölő szaggatott vonalaknak a hosszát, ezt beállítjuk. Ez pedig úgy történik, hogy az adott elemre, aminek meg szeretném változtatni a hosszát, arra kell majd ráklikkelni, akkor, hogyha a HO rövidítésű hosszabbít parancsot kiadjuk. Itt a kapcsolók közül a teljes hosszt válasszuk, a rövidítése nagy T vagy kis T. Adjuk meg a teljes hosszt, ez legyen 30 AutoCAD rajzi egység. Amikor rövidíteni szeretnénk a hosszabbít parancssal, akkor mindenképpen arra a végére kattintsunk az objektumnak, amelyiket el szeretnénk, hogy hagyjon, tehát ahonnan rövidítse az elemet. Jó, ezt megtehetjük mindjárt az átmenetíves körívnél is, hogyha a parancs ki van adva, akkor érdemes ezeket a rövidítéseket így megtenni, ami mindenképpen ebben az első lépésben is itt átalakítandó. Ezeket a megrövidített sugárirányokat pedig helyezzük át, kijelöljük mindegyiket, helyezzük át a létrehozott szelvények nevezetű fóliára. Látható, hogy érvényesült is a fólia beállítás, és szaggatottá váltak ezek a vonalak. Ezekre az érintő irányokra tüntessük fel a főpontoknak a jelét, az IE, illetve az IV betűket. Ez a szelvényértékek nevezetű fóliára tehető meg. A szövegírásról még nem volt szó, a szövegek stílusát is be kell állítani. Ehhez a menüpontban a formátum menü, szövegstílus almenüjére menjünk. Jelenleg most a standard világít inverzen, tehát most az az aktív, ezt tegyük át a nulla alulvonás 25-re, hogy a méretezésnél is már megtettük, láthatjuk, ez a simplex betűstílus, a magassága a betűknek 2,5, de AutoCAD rajzi egység, a szélességi tényezője pedig 0,75. Nyomjunk rá az aktuálissá tétel nyomógombra, és bezárás. Ha most kiadjuk a szövegírás parancsot, aminek a rövidítése DS, D szöveg, dinamikus szöveg, ki is írja, hogy aktuális szövegstílus az 0 alulvonás 25, a magasságát is a szövegnek, adja meg a szöveg kezdőpontját. Kezdőpontként adjuk meg az ívelejéhez húzott sugáriránynak a felezőpontját, rákattintunk, akkor a következő parancsolva megjelenik az, hogy adja meg a szöveg elforgatási szögét. Az elforgatási szöget megadhatjuk még egy kattintással, hogyha most a sugárirányt jelölő szakasz végére kattintunk, akkor ugye ezzel kijelöltük ezt az irányt, és akkor beírjuk, hogy IE. Ha most itt kattintunk a
kurzorjelő nyíllal, ugye áthelyeződik a szövegírásnak az ablaka, escape-et ütünk, akkor a IE jelölés az pontosan beállt sugárirányba. A mozgat parancssal célszerű lehúzni a vonalról. Ugyanezt tegyük meg az IV végénél is. DS, megint felezőpont, adjuk meg az irányt. IV. Ha most másik irányba kattintottam volna, akkor fejtetőre írta volna. Így akkor olvasható. Mindig úgy kell a szövegeket elhelyezni, hogy balról jobbra olvasható legyen, és talpra essenek a betűk, illetve számok, ahogy a méretezésnél ez látszik is, illetve a felírásoknál. Van még egy főpontunk, ugye ez az ív közepe főpont, tehát ide is rajzolnunk kell a szelvények fóliát, tegyük aktívvá, és rajzolnunk kell egy vonalat, meddig tartóan, ugye, ha itt most közelítünk az ívhez, vagy talán, hogyha kiadjuk a középpont fogót, akkor ez be is rajzolódik, és itt is a HO hosszabbít parancsnál teljes hosszt adva, ugye az 30, kattintsunk a vonal végére, és akkor ez is megvan. Ide is, erre is írjuk rá, hogy ez pedig az ív közép főpont lesz. DS, középpont, az elforgatás szöge, IK a főpont. Igen, csak akkor ezt majd át kell tennünk, kijelöljük ki, és áttegyük át a szelvény értékek fóliára. Mozgat parancssal pedig távolítsuk egy kicsit el a szakadott sugáriránytól. Amit itt még megtehetünk a méretezésnél, hogy a második sokszög oldalon is feltüntetjük méretvonallal az érintő irányát. És nagyságát. Méretezés illesztett. Igen. Megint ugye másik fóliára dolgoztam, tehát ez áttehendő a méret fóliára. Jó, nézzük az átmeneti éves körív főpontjait, és ehhez akkor a mintaszámításban menjünk a második oldalra, amelyik tartalmazza az átmeneti éves körív főpontszámítási eredményeit. Nézzük a baloldali közbezárt szöget, az 105.51.05, illetve az alfa középponti szög, az ebből számolva, ugye 180 fokból kivonva ezt az omega baloldali közbezárt szöget, 74.08.55, tehát ez így rendben van. Milyen főpontok lesznek? Ugye lesz az átmeneti ív eleje, lesz az átmeneti ív vége, illetve az átmeneti ív közepe, az ha most itt a átmeneti ív berajzolásához használt delta R hosszúságú kis szakaszt áttesszük egy olyan fóliára, amelyik ugye nem a tengely fóliára, hanem a tengely sokszögre, vagy a méretre, mind a két oldalon. Akkor ez a méretezéshez felhasználható. Ide külön, mivel itt nem lesz főpont, külön sugárirányt most nem rajzolunk.
ha csak nem esik majd ide átmeneti részlet pont a későbbiek során, ezt most kitörölhetjük. Ami viszont sugárirány lesz majd, ez az ívközépnek a sugáriránya. Tegyük át ezt akkor a szelvények fóliára, illetve az átmeneti vége. Pontok szintén a szelvények, pontokhoz rajzolt sugárirányok kerüljenek a szelvényekre. Itt az átmenetíves körívnél is majd szükség lesz a szögfelező irányba mért tetőponti távolságra, tehát itt először metszük le a szögfelező irányt, és a méret fóliánra kattintva, tehát a méret fólia aktívvá tétele után rajzoljuk be ezt a kis t értéket. Ugyancsak berajzolhatjuk az ívközéphez tartozóan, ugyancsak az ívközépből kiindulóan, de a főérintőre merőlegesen a XIK értéket, ugye elemleges pedig az YIK érték, illetve tegyük át a méretfóliára az átmeneti vége kitűzéséhez használt Y összrendezőt. Így akkor már a fontosabb vonalak megvannak. Mi az, ami még szükségeltetik? A tetőponti érintő, illetve az átmeneti végéhez húzott végérintő. Kezdjük akkor ezzel. Hogyan tudjuk ezt berajzolni? Rajzoljunk rá a méretfólián, ez az aktív, rajzoljunk rá az átmeneti végéhez, végét jelölő sugárirányra még egy ugyanilyen sugárirányt, ugyanerre a vonalra. Átmeneti végepont, tiszta körív közepe pont. Jó, és akkor a forgat parancssal forgassuk le ezt a berajzolt vonalat. Ugye a bázispontja az átmeneti végepont, a forgatási irány óramutatával megegyező, tehát akkor mínusz 90 fokot kell ide beírni, és az elér parancssal éressük el a főérintőt. Jó, és az átmeneti végeponthoz tartozó y-ordinátával metszük le. Jó, és akkor még a tetőponti érintő van. Mivel itt elég sok megadandó adat lesz bal oldalon, ezt a jobb oldalon tüntetnénk csak fel. Tehát akkor most a szögfelező irányában mért tetőponti távolságra kell rárajzolni még egy vonalat. És a forgat parancssal kijelölve az ívközép, mint forgatási középpont körül. Itt a forgatási irány már pozitív lesz, és az elér parancssal pedig eléretjük a főérintőt. Látható, hogy az eltolt helyzetű érintő tulajdonképpen ugyanaz a fólián van, mint a tengely sokszög. Tehát ha a fólia marad is, de változtassuk meg a vonal stílusát, vonaltípust, és az legyen az a előbb állított szaggatott. Előtt a kettő egymástól. Jó, és akkor kezdjük el az ellenőrzést. Ha a számításokat elvégezzük, ugye számításokhoz mire van szükség? A sugárértékre, ugye az 50, ha kijelöljük a tiszta körívet, és lekérjük a tulajdonságokat, akkor láthatjuk, hogy a sugárérték 50. Ami innen nem látszik, viszont a átmeneti ív számító Excel táblázatból, átmeneti ív tervezése Excel táblázatból már látszik, hogy az 50-eshez, ha a kiválasztott
42 paramétert írjuk, akkor itt vannak az átmeneti jellemzői, tehát innen kivehetők, ami itt fel is van sorolva. A felsorolásból, amely felsorolás ugye tartalmaz az átmeneti hosszat, a delta R körivel tolás értéket, az X0 köriv középpont abcissza értéket, a tau végérintő hajlásszögét, az átmeneti végének kitűzéséhez szükséges X és Y összrendezőt, ami innen hiányzik és az Excel táblázatban viszont benne van, az pedig a TH-val jelölt hosszú érintő és a TR-rel rövid érintő, ez tulajdonképpen az átmeneti végéhez húzott érintő hosszakat jelenti, tehát a sokszög oldalon a TH-t kell fölmérni eddig, majd onnan a TR-rel a rövid érintővel, hogyha a tauszöget beállítjuk tauszögre, rámérjük ezt a TR-t, akkor az átmeneti vége így is kitűzhető. Jó, nézzük akkor az ellenőrzéseket. Kezdjük itt is az érintővel. Kezdjük itt is azzal a méretezést, hogy kijelölünk a méretsegédvonalak helyét, tehát a másol parancsal másoljuk le a második sokszög oldalt. Hát olyan távolságra, amit úgy gondolunk, hogy majd jó lesz, illetve eljárhatunk úgy is, hogyha itt sok adat van, akkor kezdjük el a legközelebbivel. Az előbb is a párhuzamos rajzolásnál az ötegységet alkalmaztunk. Itt is akkor kezdjük el. Jó. A berajzolást, ugye az első lesz az érintő, a második megadandó, tehát az első segédvonalra az érintő kerül, a másodikra a X az évközép X összrendezője, a következőre az átmeneti ív végének az X összrendezője, a következőre a hosszú érintő, és a legközelebbire pedig körív középpont abcissza érték fog majd kerülni. Jó, végezzük el a méretezést. Méretezés illesztett. Figyeljünk arra, hogy ténylegesen a kitűzött átmeneti ív eleje pontra kattintsunk, itt pedig a második sokszög pont. Jó, és akkor vigyük ki a legkülső, legtávolabbi segédvonalhoz, ki is törölhetjük. Ez 56,13, nézzük meg a számítást, igen, stimmel, 56,13 méter. Mi a következő érték? Itt az XY szerepel, a sorrendben úgyis ez következik, tehát akkor méretezés illesztett, megint figyeljünk, hogy mit fogunk meg, átmeneti ív eleje, illetve az ív közép kitűzésének X összrendezője, az jön a második méret segédvonal helyére, 47,71, igen, stimmel a számítás. Nézzük a következőt. Ugye ez most az átmeneti végének az X összrendezője lesz. Méretezés illesztett átmeneti ív elejétől tart az átmeneti ív végepont X összrendezőjéig. Az 34,84. Van még egy átmeneti vége kitűzési mód, ugye hosszú és a rövid érintő, méretezés illesztett, átmeneti ív elejétől a hosszú érintő végét jelölő pontig, 23,68, ugye ezt nézzük meg, 23,68, itt a hosszú érintőről van szó, igen, csak ezt változtassuk meg ennek a helyét egyel kijebb. Méretezés illesztett. Átmeneti eleje és hosszú érintő vége egyel kijebb. Jó, és akkor még egy adat kell, ez a körív középpont abcissza érték,
ennek méretezéséhez hagytuk meg a delta R hosszúságú rövid szakaszt. Méretezés illesztett. Az 17.57, ahogy a mintaszámításban látható is. Jó, ezzel tulajdonképpen ezzel az oldal méretezésével végeztünk. Mit tudunk itt még feltüntetni, vagy mit kell még feltüntetni, még a rövid érintő méretezés illesztett. Az itt most 11.89-et mutat, a számításoknál pedig 11.90 van. Ugye itt a sorba fejtett protoid képletet alkalmazzuk, ugye az Excel táblázat kerekítés nélkül használja fel az értékeket, tehát itt elképzelhető, hogy az AutoCAD kerekítése nem feltétlenül megfelelő. Ilyen esetben, hogyha eltérés mutatkozik, ilyen egy centis eltérés, főleg a átmenetív jellemzőkben ilyen előadódhat, átírhatjuk ezt, ha most kijelöljük, hogy az egész egy blokként jelenik meg az egész méret, viszont a blokkot szét lehet szedni, a szét lehet vetni az SV szétvet parancsal. Kattintsunk rá, jobb klik vagy enter, így már külön jelenik meg maga a méretszám, duplán klikkelünk rá, akkor ez átírható a 11.90-re. Jó, tehát ez nem számított érték, hanem a átmeneti ív tervezési táblázatra írtuk át ezt az értéket. Jó, nézzük a másik oldalon a további jellemzőket. Egyrészt itt is tüntessük majd fel az érintő hosszat, tehát ehhez akkor itt is másoljuk le a sokszög oldalt. Illetve hát másoljuk le. És ugye most ráillesztjük az előző méret vonalra, akkor ez pontosan megegyezik azzal, ha fölé megyünk a végpontnak, akkor bejön egy ablak, ami lehetővé teszi, hogy hosszabbítsuk ezt az elemet. Annak érdekében, hogy majd tudjuk későbbiekben eltávolítani. És akkor kezdjük el a párhuzamos rajzolást innen. Jó, milyen értékeket akarunk itt még feltüntetni. Az előbbiekben ugye nem jelöltük még be sem az ív közép kitűzéséhez használt Y-összrendezőt, illetve az átmeneti fél kitűzéséhez szükséges másik derékszögű összrendezőt, tehát ezeket méretezzük be. Illetve a delta R-t is. Ugye ez 1,03 volt, ez van a legközelebb a rajzhoz. És akkor már is látszik, hogy mi egyik méretsegédvonalunk az már útba lesz. Tehát ezt távolítsuk el, hogy elférjen a többi. Méretezés illesztett, és most jön akkor az átmeneti ív vége Y-összrendezője. Illetve az ív közép. Y-összrendezője.
Jó, nézzük meg, az értékek stimmelnek-e. Ugye az átmeneti vége y szennedője 4,11, az XIK, az YIK pedig 11,14. 11,14, ez is stimmel. Mik vannak itt még hátra? Nézzük meg a számításokat. Ugye hátra van a kis t tetőponti szögfelező irányba, mert tetőponti távolság. Méretezzük be ezt is. Méretezés illesztett, ív közép, sokszögpont. Helyezzük el olyan helyre, ahol nem metsz más méretsegédvonalat. Jó, az 13,96 lesz, 13,96, tehát stimmel. Jön a T1 és a T2 tetőpont érintő távolság. Ezt is mérjük fel, illetve méretezzük be, méretezés illesztett átmeneti ív elejétől tartóan. Tart ugye a T1 az ív középhez tartozó érintő tető metszéspontjáig, az 32,97. Ide majd az érintő jön, ide tesszük. Jó, az érintőt itt is adjuk meg. Azaz átmeneti velejétől a sokszögpontig tart. És ez a T1 megvolt, a T2-t is adjuk meg. Hát azt ide tudjuk elhelyezni. Méretezés illesztett. Ide helyezhetjük, mert a utolsó méretsegédvonalra már nincs szükség. Jó, tehát így a legfontosabb adatok, amiket kiszámoltunk a főpontszámításnál, azokat itt a rajzon is ábrázoltuk, beméreteztük a hosszakat, ellenőriztük a számítást, illetve a számítás ellenőriztük a rajzot. Egy még hátra van a tiszta körívnek a hossza. Ugye ez az előbb is úgy történt, hogy ráklikkeltünk. Igen, csak most a tiszta körív meg van hosszabbítva. Hogy tudjuk ezt orvosolni, ezt a problémát? Úgy, hogy van ilyen lehetőség, hogy egy adott objektumot egy adott pontban törjünk meg. Megtör egy pontban. Jelöljük ki a megtörendő objektumot, és kattintsunk arra a pontra, amely ponttal szeretnénk, hogy megtörje az AutoCAD a objektumot. Ha most rákattintunk a megtört elemre, akkor látható, hogy két részre bomlott. Ugyanígy nézzük a másik oldalt is. Jó, és akkor kérjük le ennek a hosszát. Itt az IFOS 2944, ugye centire kerekítve adja meg az AutoCAD is, viszont a számításoknál 2942 van, illetve pontosabban 2942-26-9. A páros, legközelebbi párosra kerekítünk, ezen szabály szerint ez 2942 lesz kerekítve. Jó, ilyen honnan adódik az eltérés, az AutoCAD egy abszolút pontos, itt pedig azért a számításoknál kerekítéseket hajtottunk végre magánál a tau szögnél is, illetve a számítások végrehajtásánál, ilyen az IFOS-nál, ahogy beszéltük, ilyen előfordulhat. Tehát elfogadható a pontosság, hogy lesz a teljes IFOS, ugye, hogyha ehhez a tiszta köríves, amit most kérdők a tiszta köríves szakasz hosszához hozzáadjuk két elt, ez 99-98 lesz. Ellenőrzésként még el lehet végezni, illetve célszerű elvégezni úgy a IFOS számítást. Másik lehetőség az az, hogy az alfa középponti szöghöz tartozó IFOS adott tiszta körív
sugárral számolva, ugye egész a alfa középponti szögig tartóan, ugye most itt kitöröltük ezt a sugárirányt, amelyik mutatta volna az alfa középponti szöget, és hozzáadva még mind a két oldalon L per 2, L per 2, tehát átmeneti ívhoz fele hosszakat, akkor ugyanazt az értéket fogjuk kapni, 99,98-at. Jó, a átmeneti ív főpontjait is tüntessük fel, illetve tegyük egységessé a sugárirányokat, tehát a HO hosszabbít parancsal teljes hoztadunk meg, az 30. Jó, mit lesznek a főpontok átmeneti ív eleje? Az első szelvényértékek fólia DS parancs, felezőpont, mint szövegkezdőpont, sugárirány vége, megadtuk, beírhatjuk, hogy a E, írjuk fel össze, utána majd az összes főpont jelét, majd utána mozgassuk el a szaggatott sugárirányoktól. Jön a következő, ez lesz az átmeneti ív vége, a V, ív közepe, IK, másik átmeneti ív vége. Majd kimeneti átmeneti ív eleje. Azt már ugye látható, hogy fordítva kell felírni, balról jobbra legyen olvasható és talpra essen a szöveg, tehát akkor a dinamikus szöveg megadásánál, a forgatási iránynál ide kattintunk, és a E lesz a felirandó jel. Mozgassuk el ezeket a betűjeleket a sugárirányoktól. És így akkor a főpont számítás teljessé vált, beméretezve. A továbbiakban majd a részletpontok kitűzésével fogunk foglalkozni, illetve hogyha a részletpontok kitűzési adatait is meghatároztuk, ábrázoltuk AutoCAD-be, akkor jön a szelvényezés, amely ugye azt akarja, hogy minden egyes fő és részletpontnak a távolságát meg kell határozni az út eleje ponttól. Ez lesz majd az adott jellemző fő vagy részletponthoz tartozó szelvényezési érték. Ezek vannak még hátra. Jó, de ezzel a helyszínrajzi főpontszámítás grafikus ellenőrzését elvégeztük.